Hello zusammen, és sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a következő túltorános epizódban. Tiltogat a paripa! Képzeljétek el, ugye nagyon olcsón sikerült megszerezni ezt az autót, és a legnagyobb problémája az volt, hogy 2-3 hengerezet büdösen füstölt. Ugye? Sanyi már a több éves tapasztalatával átnézte az autót, és rájöttünk, de nagy képű volt rájött, hogy a finom szűrő, ami a motortérben van, el van tömődve. Kiszedte, és kapaszkodjatok meg, a gyári szűrő volt benne, rajta a gyári felirattal, kóddal, dátummal, mindenne. Full fekete volt, el volt tömődve. Kicserélte, működött az autó, tökéletes. Voltam is kint vele németbe, stb. Viszont Sanyi felhívta a figyelmemet, hogy mielőtt ilyen vadállat módjára nekiállnék, azt hajtanám, mint akinek esze nincsen, azért át kéne nézni az autót. Úgy voltam vele, hát tudjátok, jó van. Mert ugye egy értelmes ember, hogyha kap egy információt egy tőle sokkal tapasztaltabbtól, mit csinál? Megfogadja. Na, hülye baromállat, mint én, mit csinál? Jó van az úgy, majd át lesz nézve, hajtja. Na, az autó elkezdte azt produkálni, megyünk autópályán vele, betilt. Ráduljuk a gépet, kiolvassuk ezt az előző részben, láthattátok is, és kiírja, hogy alacsony turbó töltő levegő nyomásra panaszkodik az autó. Amikor nincs ez a gond, brutál jó erős, hát 170 lovas, 350 Nm, 2000-es PD, nagyon jó. Viszont meg kell néznünk most azt, hogy miért tilt az autó. A legelső gondolatunk, mint általában mindig, minden ilyen PD-s vagy dízel autónál, hogy nem a szívócső vagy a szívósor el van tömődve, akár a hengerfejben lévő szívólukak, akár az EGR, a pillangószelep el van tömődve, nem kap elég levegőt. Ezeket leszedtük, megint arcoskodok, nekiálltam leszedni, szétdaraboltam a kezemet, aztán Sanyi leszedte, hogy nem bírta nézni, hogy szenvedek. Kitakarítottuk, visszaraktuk. Ezzel sincsen már gond. A hengerfejben lévő szívó lukak teljesen normálisak, nem is koszosak semmi. Volt egy lukos turbócsövünk lent, motortért, ha így nézitek, akkor jobb oldalt lent, azt kicseréltük, viszont nem jut elég levegő a motortérbe, úgyhogy most emiatt le kell szednünk a turbót. Jó, már kapom a savat, hogy nem a motortérbe nem jut elég levegő, mert ide jut, most is van benne levegő, az égéstérbe nem jut elég levegő, igazak van. Úgyhogy szedjük szét, vegyük le a turbót, nézzük meg, hogy a geó be van-e ragadva, le van-e kormosodva, az EGR állapotát, tehát mindent átnézünk. Úgyhogy szedjük szert a széjjel. Na, nagyon szépen haladunk itt lent, le van véve a DPF, a turbo is már szépen szabadul fel, és itt, ahogy látjátok, kaptam egy ilyen munkavédelmi sisakot, mivel ez egy olyan veszélyes szakma, hogy le tud esni kavar, villáskulcs, egy csomó minden, úgyhogy ilyenkor vigyázni kell, hogy meg lehessen védeni a legfontosabb részünket, meg így van, meg a szárnyas böllér, már most megtanultam, hogy ezt úgy hívják, hogy szárnyas böllér, is le tud esni, és ahhoz, hogy meg tudja védeni magát egy autószerelő, azért arra van szükség, hogy ilyen védő sisakba lehessen szerelni, úgyhogy én javaslom azt, hogy ezt vezessék be törvénybe, hogy csak ilyen munkavédelmi sapkába lehessen szerelni az autó alatt, mert így biztonságos. De a poén félretéve, a turbó, mindjárt megfordítom a kamerát, várjatok csak, nem látszik semmi, mert sötét van. A turbó már nagyon szépen szabadul ki, ez természetesen nem nekem köszönhető, mert ha rajta múlna, akkor szerintem egy heti munka volna ez.
azért itt a rutin egészen meglátszik a Sanyinál, úgyhogy hamarosan nem van a turbó. Már találtunk egy hibát, ami lehet, hogy a rezgő csillapító egy kicsit már gyengélkedik, majd azzal megnézzük, mit tudunk csinálni, de a legnagyobban, vagy legjobban a turbóra vagyunk kiélezve. Mielőtt kérdést trágyát képezné, megnéztük a korrekciós értékeket is a porlasztónál természetesen. Alapjáraton, nagy fordulaton nem tudtuk megmérni. Alapjáratnál ugye 2,-2 nincsen gond, és egy 0,02-0,03-as érték, amit belekorrigál, úgyhogy igazából a porlasztókkal nincsen gond, ami nagyon jó, mert ugye azt tudjátok, hogy borzasztóan drágák. Úgyhogy igazából a turbóra vagyok nagyon rá izgulva, hogy milyen lehet a belseje, milyen a geometria, mennyire van elkormosodva, elkokszosodva. Úgyhogy ahogy lekerül, meg tudjuk nézni, és akkor helyette kerülhet föl a 2263 nyitott, de hogy csak hülyeskedek, nem lesz ez megtuningóval semmi se. Úgyhogy vegyük le a turbót, a lényeg az, hogy használjatok védő sisakot a szereléskor, mikor autó alatt vagytok, vagy az autó fölött szereltek, mert onnan is akármi rátok eshet. Na le is, lent is van a turbó, egy 2 óra szenvedés árán. Most mondja Sanyi, hogy ez nem a 1749 WC van, hanem csak egy sima V. És ez nem a gyári turbója, mert a WC a gyári turbója neki. Leesett a kis táblája. Mondjuk ezen nem nagyon GT17V ott van, aha. Aztán lehet, hogy szerelték ilyennel is, ki tudja. Aha. A Geo az akkor jól mozog? Jó. Kifúj egyébként. Kifúj, aha. Lóg a tengelye. A Geo-nak. Frankon, de egyébként jó mozog. Uh-huh. Ez már a második nap. A tegnapi nap az úgy elhúzódott. Viszont tegnap körbejártam az Atya Úristent is tömítésre, kér. Ugye mivel szétszedtünk mindent, kell egy tömítés föntre a szívósornál lévő EGR-hez, meg kell egy, ami a leömlőre csatlakozik, EGR-nek a csöve, oda is kell egy tömítés. Plusz kell maga a leömlőhöz is egy tömítés. Na, bemegyek a boltba, alvásszám, cikkszám, alvásszám és motorkód alapján BMN ezt a leömlő tömítést hozza. Megveszem, stb. Megyek vissza, ugye mert nem én vettem le a turbót, csak segítkeztem szétszedni. Nem is figyeltem, hogy a mi tömítésünk az ilyen kiskerek. Tehát a lyukosztás, ami ezen az ujjon van, az teljesen jó, viszont ugye ezen nem kör alakúak a nyílások, úgy, mint ezen. Úgyhogy rendeltünk egyet, ami elvileg megérkezett, plusz egy 55x200-as rezonátort a kipufogóhoz, én már nem akarom még egyszer szerelni ezt az autót, és most megérkeztünk ide az üzlethez, bemegyünk, és remélhetőleg minden rendben lesz. Meg is jött minden, hál' Istennek. Itt van az 55x200-as rezonátor, plusz a leömlő tömítés. Így néz ki. Látszik, hogy lukas, nem olyan, mint az előző. Úgyhogy tök jó fejek voltak a srácok, visszavettek mindent, és akkor így ki lett számlázva. Most az egészét fizettem a tömítésért, a rezonátorért, és a két egér tömítésért 14.000 forintot. Röhely. Úgyhogy nincs is kedvezményem, se semmi. Úgyhogy hál' Istennek jó olcsón meg lehet húzni ezt a mulatságot. Ugye mondtam nektek, hogy a turbóval is van valami. Na, ez a turbó Sanyi polcáról jött, ez egy GT1749 WC. Ez a gyári turbója a kis Turánunknak. Na, de ami rajta van, az nem egy WC, hanem egy sima GT1749V. És méreteiben szemmel láthatóan más a turbó, ez a gyári, ami rávaló, mint ami rajta volt. És ugye, mielőtt összeraknánk,
meg kell takarítani a koromtól itt a geometriát, meg a turbót, ezt szépen el fogom drótkefézni, hogy szép tiszta legyen. Itt, ahol maga a meleg oldal találkozik, itt is megtakarítom, a belsejét meg csiszoló papírral. És ami nagyon fontos, természetesen a megfelelő munkavédelem, amiről a már jól ismert kis munkavédelmi sisak és egy szemüveg gondoskodik, hogy a szemünket nehogy kibassza valami, mert az jó videó lenne, hogy hello, szóval a mai videóban szemön lőttek, úgyhogy megtakarítom. A kitakarítást követően össze lett rakva a 1749 WC turbó, ugye, ami a gyári turbója, és a labdát, meg minden mást, arról a nagyobb turbóról, ami rajta volt az autón, szépen átszereltünk. Csak ugye itt van egy ilyen kis bütyök a meleg oldalon, persze nem látszik semmi a jó fényviszonyok miatt, mert a kamerát rosszul állítottam be, és ide jön egy hővédőlemez, abból vágjuk most ki azt a részt, ami itt útban lenne, rárakjuk, és igazából mehet föl az autóra. Na, fiúk, lányok, fenn van a turbó. Ugye, ahogy mondtam is, a 1749 WC gyári turbó került vissza. Sanyi jó voltából, mert nála azért igen sok turbó van ott elfekvőben, és pont volt véletlenül egy ilyen is. Úgyhogy összeraktuk a turbót új tömítéssel, és a tömítésen láttátok az előző pár percben, hogy volt egy ilyen kis oldallemez, ami a másikon nincsen. Úgyhogy valószínűleg ilyen olcsó. Mindjárt megkeresem, valahol itt volt. Na, most nem tudom a tömítést, vagy már kidobtam. Itt van. Itt van. Itt van a tömítés, és látszik, hogy ennek a végén semmi nem volt. Igaz, hogy ez három rétegű, úgy értve, hogy két réteg maga ez a tömítés forma, és közte van egy ilyen alumíniumból kihajtogatott kis U-alak, ugye, ami védi a vezérlésnek a műanyagját, és ilyen olcsó valamit tettek föl. Úgyhogy mi most abból is Erlinget tettünk, nem, Viktor rendszert tettünk föl. Itt van a régi turbó. Ez majd megy vissza Sanyinak a polcára, vagyis hát ez most megy Sanyi polcára, mert az ő turbója fölkerült hozzám. Úgyhogy igazából itt nem arról van szó, hogy a turbo az nem lett volna jó, hanem a program, ami rajta van a motornak a vezérlőjén, az a gyári turbóhoz van. Vagyis, hogyha azt a turbót visszaraktuk volna, ami rajta volt, akkor se lett volna gond, hogyha meg lett volna írva. De mivel nem akarunk semmit, hanem ez szép gyáriba normális teljesítménye meglegyen, ezért raktuk fel a gyári turbóját. Következő részben meg jön a 2260 nagy cooler nyitott rendszer, nem, csak viccelek. Úgyhogy visszamegy a gyári turbó, és most már igazából szépen összefele rakjuk az autót. Több mint 1000 kilométer tettem meg a turbócsere óta. Ugye megkapta a saját 1749 WC turbóját az autó. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon elégedett vagyok. Robbanékony, nagyon szépen él. Már 1500-tól él az autó. Nagyon jó érzés. Nem tiltott be egyetlen egyszer se, semmi rendellenes vagy fura dolgot nem csinált a motor, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Viszont ki szeretnék javítani valamit, ugye azt mondtam, hogy mínusz és plusz 2 egészig nincsen gond a porlasztóknál, de van gond. Nagyon okosan akartam elmondani azt nektek, hogy a porlasztóink jó állapotban vannak, hogy inkább úgy mondanám, hogy ha már 2 egészig eljut a porlasztónak a korrigálási értéke, ott már be fog tiltani az autó, és szervizmódba fogja rakni magát. Viszont ugye a miénk az 0,12-vel korrigált, ami azt jelenti, hogy a gyári értékekhez nagyon megközelítő értékeket kaptunk. Vagyis a porlasztóink jók, mert én megmondom nektek őszintén, nagyon megijedtem, amikor elkezdett tiltogatni az autó, hát mondom, nem igaz, mert mindenki tudja, hogy se az új, és még a felújított porlasztó se olcsó, és rögtön gondolkoztam, hogy na basszus, venni kell egyet, vagy kettőt, vagy ki tudja, lehet mindet ki kell cserélni, és megijedtem, emiatt ugye néztük a korrekciós értékeket, és arra akartam utalni a videóba, hogy hál' Istennek azokkal nincsen gond. A kis Citigonk is nagyon szépen halad, ott már csak a festés van hátra, ott aztán mehet az is a piacra, eladásra. Időközben folyamatosan bújjuk a Kleinanzeigent, és nézzük, hogy melyik autóval lenne érdemes foglalkozni, hogy melyiket pofozzuk ki, és adjuk el haszonnal, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, vagy mit hoz a sors. Úgyhogy remélem, hogy tetszett a videó. Kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttet, délutánt, hét elejét, hétvégét. Attól függ, hogy ki
mikor nézi ezt a videót. Sziasztok!